Levezetőkör. Forma 1-es podcast Szújó Zoltánnal és Weber Gáborral. A podcast támogatója és szakmai partnere a Hungaroring Sport Zrt. Fox. Köszöntünk mindenkit, ez tehát a levezetőkör, a Forma 1-es podcastunk, és ahogyan egy futamon van tervezett kerékcsere és olyan boxkiállás is, amellyel egy nem várt helyzetre reagál a csapat, úgy egy podcastnak is lehet előre nem tervezett epizódja. Ez a mostani ilyen. Március 26-án kedden Londonban a Forma 1 kereskedelmi jogainak birtokosa a Liberty Media és a Nemzetközi Automobil Szövetség közösen prezentálta a csapatoknak azt a javaslatcsomagot, amely 2021-től léphet életbe, és amely alapvetően meghatározza a sport és technikai szabályzatot, a bevételek elosztását, úgy egyáltalán az egész sportág működését, illetve az istállók operációját. Gáborral arra gondoltunk, hogy ennek a témának érdemes egy külön epizódot szentelnünk, annak ellenére, hogy túl sok konkrétum azért nem szivárgott ki a megbeszélésekről. Gábor, volt arra példa valaha a Forma 1-ben, hogy mindenki elégedett volt mindennel? Nem emlékszem ilyenre. Szerintem a Forma 1-ben szereplők sem emlékeznek ilyen időszakra. Olyan volt, hogy egy csapat elégedett volt, hogy néha kettő, de a többség soha. Ezen a bizonyos keddi megbeszélésen a Hungaroringet, vagy mondhatnám, hogy a magyar színeket Ariane Frank képviselte, akit már is felhívunk, hogy első kézből kapjunk információkat a londoni meetingről, aztán pedig jól megbeszéljük majd a Forma 1 2020 utáni lehetséges irányát. Halló, jó reggelt, szia Ariane! Weber Gabival hallgatunk folyamatosan, és persze a hallgatók is, a podcast hallgatói. Akkor ahogyan beszéltük, meg kellene azt vitatnunk, hogy mi történt pontosan azon a bizonyos keddi megbeszélésen, egyáltalán milyen benyomásaid voltak, kik voltak ott, és mennyire volt konstruktív ez a beszélgetés? Mind a 10 csapatfőnök, a FIA-tól emberek, meg a jogtulajdonostól, a Liberty Media-tól ültek össze, és kezdték megbeszélni a 2021-es és további új menetrendet, igen, meg szabályrendszert. Menetrendet, meg a szabályrendszert, így van, a szabályrendszert. Annak már van egy üzenetértéke, nem, hogy a Liberty Media és az FIA közösen prezentálta a csapatoknak ezt a javaslatcsomagot. Igen, de hát ugye a FIA meg a jogtulajdonos mindig együtt vannak ott, de abszolút már azon is lát, hogy ültek az asztalon, ők ültek együtt egymás mellett az asztal fején, lehetett látni, hogy az FIA meg a Liberty Media abszolút együtt tartanak, és együtt prezentálják ezeket a dolgokat, ami lehet, hogy régen nem mindig így volt. Ugye a stratégiai munkacsoportban alapvetően papíron csak 6 csapat van benne, a legkisebbek vagy a leggyengébb csapatok nincsenek ott, ám a Liberty Media ebben is mintha nyitott volna, hiszen vagy nyitott volna az elmúlt években, hiszen meghívta az összes csapat képviselőt. Most is ott voltak? Igen, ott volt, mind a 10 csapatfőnök ott volt, ez így igaz, tehát eddig nincs mindenkinek szavazási joga ebbe, de a Liberty Media úgy döntött, hogy nem fair, hogy a kisebb csapatok, meg azok, akik nincsenek ebben benne, ne tudják végighallgatni azokat a beszélgetéseket, amik ebbe a szobába folynak. Hogy kell elképzelnünk, ez nagyon fair hozzáállás a Liberty Media részére, hogy kell elképzelnünk most, ez egy beszélgetés volt, vagy inkább egy prezentáció arról, hogy ők hogyan képzelik a Forma 1 jövőjét, és te mit tapasztaltál mondjuk a csapatok képviselői, mennyire húzták a szájukat, vagy mennyire voltak elégedettek mondjuk a nagy csapatok képviseletében, egy Toto Wolff, vagy egy Mattia Binotto? Igen, de azt úgy kell elképzelni, hogy ezek megmutatják, hogy nekik milyen gondolatai vannak, és aztán van egy ilyen diszkuzió fórum, persze, ahol a csapatfőnökök mindenki teljesen nyitottan és barátságosan beszélgetnek egymással. Igen, persze minden, főleg a 3 nagy csapatnak vannak véleményei a dolgokhoz, de ez tényleg egy barátságos beszélgetés, ahol mindenki elmondja a gondjait, és sokszor úgy távoznak, hogy akkor most még a csapatoknak el kell menniük, és meg kell nézniük, és szimulációkat kell tenni azokról a dolgokról, amiről beszélnek, hogy igazán értsék, hogy ennek milyen következményei lesznek majd a jövőben. Szia, Ari Gábor vagyok. Szia Gábor. Egy gyors kérdés, a hangulatról kijött az, hogy pozitív volt, viszont tavaly is volt már egy ülés ugyanígy Bahrein hetében, amikor először vázolták fel a 2021-es lehetséges szabályváltozásokat, akkor sok minden szóba került, akkor ki is jött néhány pont ezzel kapcsolatban. Most egyelőre nagy a titoktartás. Annyit elárulhatsz, hogy mennyiben voltak ezek a pontok hasonlóak a tavalyiakhoz, és mennyit változott egy év alatt az elképzelés? Nem, mert nagyon szépen fel lettünk mindannyian kérve, így ahogy jól hallottad, hogy egyelőre ne nyilatkozzunk a pontos pontokról, hanem ez tényleg még zárt ajtók mögött történik. Azt szeretnék, hogy eljussanak egy olyan pontra, hogy tényleg valamit előre tudjanak prezentálni,
itt még van egy kis idő, ugye június 30-áig, amikor ezeknek a szabályoknak késznek kell lenniük, de a csapatok pozitívan álltak hozzá, és azt szerintem már úgy lehet érezni, hogy nagy gond nem lesz. De hát nem lehet azt hallani, hogy a nagy csapatok kiszállnának, vagy ugye ilyet is hallottunk már, hogy a régiók tulajdonos azt mondta, hogy össze fognak állni, és külön sorozatot fognak csinálni. Szerintem ilyen veszély egyelőre nincs. Ári, és akkor utoljára arról, hogy promóterként könnyebb lesz az élet, könnyebb lesz versenyt rendezni, és még nagyobb showval tudjátok megajándékozni a futamra kilátogatókat, akár augusztus elején a Hungaroringen? Hogy könnyebb lesz a dolgunk, azt nem tudjuk, de mindenféleképpen a magyar verseny annak ugye jó helyzetben vagyunk, szerződésünk még hosszú távon van, a Liberty Media abszolút abban igyekezik, hogy a show egyre jobb legyen a nézőknek, ezt ugye az utolsó években is láttuk, és most is ilyenekről volt szó, lehet, hogy majd a qualifyingban is valami fog változni, de abszolút arra teremtenek, hogy a show az egyre nagyobb legyen, és jobban lehessen élvezni a Forma 1-et. Nem csak a televízióban, de a helyszínen is. Ári, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még lezárásképpen hadd mondjam el, hogy tökéletes a magyarod, de amikor egyeztettük ezt az interjút, akkor elmondtad, hogy picit tartasz ettől a beszélgetéstől, mert nem mindig tudod jól kifejezni magad. Ugye mondjuk el, hogy te nem Magyarországon nőttél föl, bár sokat tartozkodsz Budapesten. Te hány nyelvet beszélsz összesen? Négy. Tehát ha mi most Gáborral összeadjuk, hogy mi hányat, még akkor is te vezet. Úgyhogy gratulálunk a magyarhoz, és köszönjük szépen. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia, Ári! Na, hát Ariane Frankot hallottuk. Egyébként a vezeték neve nem véletlen, azért azt is mondjuk el, hogy annak a Frank Tamásnak a lánya, aki annak idején szintén promóterként rengeteget tett a Forma 1-ért, vagy akár 2004-ben Baumgartner Zsolt ügyeit, sőt, már 2003-ban menedzselte. Na, de visszatérve akkor ezekre a lehetséges szabályváltozásokra, az tényleg feltűnő volt, hogy gyakorlatilag alig jött ki információ. Semmi, gyakorlatilag semmi. Pletykák voltak, mindenki más pletykát osztott meg, ezek nem feltétlenül fették egymást. Szokás szerint egyébként ez így néz ki, a jól értesült benfentes újságírók sem mindig tudják az igazat, sőt a legtöbbször ők is csak találgatnak. De alapvetően a tavalyiból, és azért is éreztem meg Arianit arról, hogy a tavalyihoz képest mi változott, vagy a tavalyihoz képest volt a változás. Ugye a tavaly, amit belengedtek, az egy 150 millió dolláros költségsapka. Ennyit lehetne költeni egy évben a motorfejlesztésen és minden egyébben kívül, csak az autóra. Csak az autó tervezésére, megépítésére, versenyeztetésére, és ezen fölül egy csomó minden más, persze a motorgyártók máshogy kezelhetnének, de hát azokat a motorokat meg lehet venni, és ugye most már fix áron, tehát ez nem azt jelenti, hogy a motorgyártó magának kedvez, bárki bármit fejlesz a motorján, azt ugyanúgy megkapják a privát csapatok is. Tehát ilyen szempontból azt ki lehet venni a kosárból. A tervek szerint, amik most elhangzottak, illetve amik most napvilágra kerültek, ez a 150-200 millió dolláros költségsapka, ez megmaradna, illetve mindenképp ez a cél. Ez az egyik legfontosabb része a 2021-es szabályrendszernek, az autók változásán kívül természetesen, az, hogy kicsit kordába tartsák a csapatok költését, főleg a nagy csapatokét. Tehát, ha megnézzük a költségvetést, akkor 4-500 millió dollárról beszélünk éves szinten, amit a Mercedes, a Ferrari, de meg a Red Bull is ehhez közel költ. A tavalyi számok alapján, amik becsült értékek, a Red Bull is ilyen 320-330 millió, de csak az autóra, és ott azért még vannak más költségek is, amiket azért meg kell nézni, és amiket ugyanúgy el kell költeni. Miközben a középcsapatok, vagy a mezőny többi része, fogalmazunk így, hiszen nincs már igazából kis csapat, valahol 120-130-150-170 millió dollár körül költöttek, még a Renault is, aki gyári csapat, 185-190 milliónál jár. Egyedül a McLaren az, aki azért valljuk be, régen a nagy csapatok a legnagyobbak közé tartozott, csak mostanában szenved, aki még mindig 200 millió fölött költ, de hát ők már az elmúlt évek teljesítményét megnézve hosszú ideig nem tudják kitartani ezt a szintet. Ugye ami érdekes volt az elmúlt időszak cikkeit figyelve, az, hogy különösen az angol száz sajtóban, és azért mindjárt elmondom az összefüggést, aztán ez vagy vélt, vagy valós. Tehát, hogy az angol száz sajtóban egyre többször utaltak úgy a Forma 1-re, hogy a B-bajnokság, ugye van az első bajnokság, az A-liga, és van a B-liga. Az a Formula másfél. Így van, tehát a top három csapat ott van az elején, az A-ligában és a B-ligában pedig a többiek játszanak. És azt azért ne feledjük el, hogy azok a sajtóorgánumok, amiket mi elsősorban napi szinten fogyasztunk, azok szépen lassan az elmúlt időszakban Zac Brown érdekeltségi körébe kerültek. Tehát valószínű, ennek az erejét is megpróbálta felhasználni, vagy ezen keresztül próbált nyomást gyakorolni akár a Forma 1 döntéshozóira, akár Ross Brownra, hogy igenis kihangsúlyozták, hogy van A-bajnokság és van B-bajnokság, és hogy ez nagyon nincs így rendjén, és így próbálták meg előmozdítani a dolgokat az ő szempontjukból természetesen jó irányba, hogy kevesebb pénzből lehessen versenyképesnek lenni, hiszen gyakorlatilag minden változtatás ezt célozza, és még egy információ, ami kiszivárgott, bár névtelenül, azt mondta valaki ezután
után, a keddi londoni megbeszélés után, hogy a Liberty tisztában van azzal, hogy lehetetlenség elérni, hogy mindenki elégedett legyen. Ezért az a céljuk, hogy a legkevesebben legyenek elégedetlenek. És azért ez egy nagyon bölcs hozzáállás Ross Brownék és Chase Carey-ék részéről. Abszolút. Máshogy nem is lehet ezt megfogni, hiszen mindenkinek nem tetszett. Minden csapat ellen érdekelt a többivel. Tehát mindenkinek megvannak a kis saját külön díjai a legtöbb csapatnak, főleg a nagyoknak. Ez annak volt köszönhető, hogy még Bernie Ecclestone, amikor lejárt a Concord szerződés. A Concordot nem kötötték újra, ugye a mai napon is, vagy még ma is a köznyelv azt mondja, hogy a Concord szerződés, miközben ma már nem él a Concord szerződés, annak egy külön záradék, vagy annak egy módosított verziója van, külön egyedi megállapodásokkal a csapatokkal. 2020. december 31-ig. Van, és ez 11-12 környéken osztja össze Bernie Ecclestone, ráadásul ne felejtsük, hogy előtte még elég sokáig a csapatok próbáltak azzal fenyegetőzni Bernie Ecclestone fel, hogy külön ligát, külön bajnokságot hoznak létre, és hogy pontosan az oszd meg és uralkodj elve alapján Bernie Ecclestone ezt használtak, és egyesével állapodott meg a csapatokkal. A Red Bull volt az első, aki beadta a derekát, meg persze a Ferrari is, és őket édesgette úgy magához Bernie Ecclestone, hogy azok után már teljesen okafogyottá vált van egy másik sorozat megszervezés, hogyha nem egyszerre lépnek a csapatok. A Red Bull emiatt kap egy külön bónuszt egyébként, az egyébként meglevő más bónuszok mellé, hiszen elsőként volt sztrájktörő, hogy mondjuk így, annak idején ez egy jó 30 millió dollárt ér a Red Bullnak éves szinten. A Ferrari e fölött ennek a dupláját gyakorlatilag 70 milliót minimum kasszíroz, mielőtt elindulna a szezon. Tehát a Ferrari már március elején, miközben még el sem utaztak Ausztráliába, tudja, hogy 70 millió minimum érkezik a számlájára nagyságrendileg, és akkor még erre jönnek bizonyos egyéb dolgok. A Mercedes nagyon okosan sáfárkodott, mert amikor jött a hibrid éra, és látták, hogy mennyit fejlesztenek, és hogy bevásároltak mérnökökkel és minden egyébben, ők valószínűleg sejthették, hogy jók lesznek, vagy jók lehetnek. És Bernie Ecclestone-nak kötöttek egy olyan külön megállapodást, egy külön dílt, amire azt mondta Ecclestone, hogy akkor kaptok egy ilyen performance bónuszt, tehát egy ilyen teljesítmény bónuszt, hogyha egymás utáni két éven konstruktori bajnoki címet nyertek, úgyhogy minimum 22 futam győzelem van mellé. Ravasz volt Bernie Ecclestone, mert ugye 22 futam győzelem, az két szezon alatt, az több, mint a futamok 50%-a. Ahhoz azért nagyon jó autót kell építeni. Van, és azt mondta Bernie Ecclestone, hogy ha több mint a felét megnyeritek, legalább 22 futamot két év alatt, és back to back, tehát megvéditek a címeteket, akkor még van egy 35 milliós bónusz. Nagy csodák csodájára a Mercedes ez azóta is behúzza, és minden évben be is húzza. Úgyhogy rengeteg olyan plusz pénz van. Van egy külön Constructor Championship bónusz, ami minimum 100 millió dollár. Óriás pénzeket dobálózunk. Ami az a három legtöbb futamot nyert csapatot illeti, az elmúlt 4 év futam győzelmeit adják mindig össze, és hát most, ha visszatekintünk a hibrid érában, nincs más csapat a Mercedesen, a Ferrari és a Red Bullon kívül, aki egyetlen futamot nyert, és innentől kezdve megint csak olyan bónusz kapnak, ez ilyen 39, 35, 33 millió ennek a három csapatnak a zsebébe éves szinten, azon fölül, amit egyébként alapból is megkapnak, meg a teljesítményük után is megkapnak. Na ezen akarnak változtatni egyébként, és ezt akarják jóval igazságosabbá tenni. Azért az valahol megdöbbentő, Gábor, hogy itt 2019 márciusának végén beszélgetünk, immáron 2,5 éve, vagy lassan 3 éve viszi a boltot a Liberty Media, és még mindig Ecclestone-t emlegetjük, mert most dől neki azok a csontvázak a szekrényből, amelyekkel bizony valamit kezdeni kell a Liberty Médiának, és ugye Ross Brown is utalt arra többször, hogy azért itt egészen másfajta irányítás volt a Forma 1-ben az Ecclestone érában. Na és hát ugye, hogyha a csapatok hozzászoknak a jóhoz, már ilyen szempontból a túlságosan jóhoz, akkor arról nehezen mondanak. Úgy van. Tehát alapvetően ugye a Ferrari-nak is nem nagy csoda, ha végig számoljuk, a Ferrari-nak gyakorlatilag semmiben nem kerül Forma 1-es szereplés, mert az egészet busásan visszakapja egyrészt a bónuszokból, másrészt önmagában is fejleszt annyit az utcai modellekre és minden egyébre, hogyha ha levesszük ezeket a plusz fejlesztéseket, a teljes éves Ferrari fejlesztési költségből, akkor azt kapjuk, hogy gyakorlatilag nulla, és nem kell költeniük reklámra. És ez benne is van a Ferrari-nak, a New York-i tőzsdén van jelen a Ferrari, és a minden éves tőzsdei jelentése, hogy ez egy nagyon hosszú okirat, benne is van, konkrétan a Forma 1-es szereplésnél, hogy azért is választottuk a Forma 1-et, és azért is vagyunk benne, mert ezért nem kell nagyon drágán reklámoznunk, és marketing költségekre éves szinten több száz milliót elszórnunk, mert a Forma 1-es helyettünk megteszi a Forma 1-es szerepvállalást, tehát magyarul ott feketén-fehéren leírják, hogy ez nekik bőven megéri. Ahhoz egyébként, hogy pontosan értsük az összefüggéseket, érdemes Enzo Ferrari, az alapító atya hozzáállását felidéznünk, aki konkrétan azért kezdett el utcai autókat építeni, hogy magát a versenyzést megfinanszírozza. Tehát amikor a Ferrariról beszélünk, és arról, hogy esetleg első az egyenlők között a Ferrari, az azért van, mert egészen más
csúnyán hangzik, vagy nem ideillő kifejezés vetető, de genetikája van a Ferrarinak, mint egy Mercedesnek, mint egy Renaultnak, és ezért is lesz nehéz egyébként egyességre jutni a pénzügyi terveket illetően és a pénzek elosztását illetően, mert különböző üzleti modellekről beszélünk. Nagyon más egy Renault szintű világcég, vagy egy Mercedes-Benz szintű világcégnek a működése, mint mondjuk egy McLarennek, egy Williamsnek, a régi nagy csapatoknak, akik most szenvednek, vagy amik most szenvednek, vagy éppen a Red Bullnak. Na, hogyha ezt felhoztad, akkor pont az autógyártókról gyorsan egy adalék, és nem akarok itt elveszni a számok tengerében, csak hogy értsük, hogy a Ferrari mennyire kedvező helyzetben van, és mekkora ereje van egyébként egy autógyárnak. Hogyha itt most nézzük ezt a 400 milliós költség maximumot, ahol most dolgoznak a legnagyobbak éves szinten, dollárban értve, akkor csak viszonyítsuk ahhoz, hogy milyen marketing költségekkel dolgozik egy autógyártó a Forma 1-ben jelenlevő közül. Vegyük a négy gyári csapatot. Ugye Ferrariról mondtam, hogy gyakorlatilag nem költenek semmit reklámra és marketingre, és ez édesmond így is van, ugyanis az teljes éves marketing költségvetése mindenestől az összes Ferrari shoppal is mindennel, tehát nem csak a reklámokkal együtt, illetve gyakorlatilag alig költ a Ferrari szószoros értelmében vett reklámozásra, reklámanyagra, 175 millió dollár. Ez semmi. Tehát gyakorlatilag soknak tűnik, de ezen a fronton ez kevés. Ez apró pénz. Dollár, és most mondom, csak azért, hogy tudjunk viszonyítani. A Mercedesnél mindez, és csak a Mercedesről beszélünk, nem a teljes Daimler csoportról. 5 milliárd dollár. 5 milliárd. 5 milliárd dollár, ez ami csak a marketing költség a Mercedesnél. A Renault-nál ez 2,2 milliárd, a Honda-nál 3,2 milliárd. És ehhez viszonyítjuk a Ferrari 175 milliárd. Apró pénz. Apró pénz, és akkor most térjünk vissza a McLarenhez, Williamshez és a többiekhez. Tehát, hogy milyen tűzereje van egy gyári csapatnak, ez ezen is látszik, hogy nekik gyakorlatilag azt az éves szinten 300-400-500 milliót haszt maguknak kéne berakni minden külső segítség nélkül. Akkor is a saját marketing költségvetésük 6-8-10%-áról beszélünk, esetleg 15-ről, de ráadásul nem is kell belerakniuk, hiszen annyi pénzt kapnak vissza. Ha tavalyi évet nézzük, hogy nem csak a Ferrari-nak jutott vissza rengeteg pénz, a Ferrari 190 milliót kapott összesen. Az volt a legtöbb. Minden estől, az összes bónusztól, az összes teljesítmény alapján elosztott pénztől, az alappénzektől, ami mindenkinek alanyi jogon jár. Úgy kapta a legtöbb pénzt, hogy nem nyert világbajnoki címeket. Így van. 170 milliót vitt el a Mercedes, körülbelül 140 milliót a Red Bull, és a többiek mint 100 alatt a McLarennek 82 millió, 63 a Renault-nál, és akkor mehetnénk lefelé a sorba egészen ilyen 47 millióig, amit a Sauber kapott most már ugye Alfa Romeo. A Williamsnek és a McLarennek van egy historikus bónusz, mint történelmi csapat, ez a Williamsnél 10 millió, a McLarennél inkább 30 millió környéke van, tehát Ron Dennis annak idején nagyon erősen tárgyalt Bernie Ecclestonnal. Jó dílt kötött. De hogy ez sem tartató fenn az idők végezetéig, és pontosan ezek azok a bónuszok, amit meg akarnak szüntetni 2021-től, és összességében azt mondják, hogy az összes ilyet kidobják úgy, ahogy van, tehát 2020 alapján még utoljára kapnak egy nagy kifizetést azok, akik eddig ezt élvezték, és a 21-es évattól kezdve már nincsenek ilyen bónuszok, egyedül a Ferrari-nak garantálnak egy 40 milliós bónusz. Mert a Ferrari még mindig a Ferrari, ez jóval kevesebb annál, mint amit a mostani időszakban kapnak, de pontosan tudják, így van, de pontosan tudják azt, hogy a Ferrari nélkül valószínűleg a Forma egy sokkal értéktelenebb lenne, nem érne annyit, és fordítva is igaz, ez nyilván, amit az imént fejtegettél, a Ferrarinak is nagyon fontos az, hogy szerepeljen a Forma 1-ben. Még egy gondolat, ugye, hogy ez az egész hogyan határozza meg például a technikai szabályzatot, hiszen azt is megpróbálják elérni, hogy rengeteg olyan alkatrészt, olyan elemet az autóban, amelyek nem feltétlenül látszódnak, és ráadásul még a teljesítményben sincs nagy különbség köztük, hogy ki honnan veszi, mennyi pénzért fejleszti, akár házon belül, akár központilag valakitől megveszi. Ezeket is a minimumra akarják szorítani, pontosan azért, és ez is egy fő szempont lesz a Liberty számára, hogy amikor egy Gene Haas féle üzletember azon gondolkozik, hogy beszálljon a Forma 1-be, akkor neki ne kelljen nagyon szoros együttműködésre lépni a Ferrarival és egyáltalán egyetlen csapattal sem, hanem hogyha 2-3 évig ott van és dolgoznak, akkor belátható időn belül, ha nem is világbajnoki címet vagy címeket, de mondjuk futamokat tudjon nyerni, tehát az esély sokkal inkább elérhető legyen a kis csapatok, vagy az újonnan beszálló csapatok számára is a győzelemre. Valóban a technikai változások is elég komolyak lesznek 2021-re, és alapvetően ezek az autók elég pofásan és dögösen néznek ki, amit bemutattak, habár a mostani változat szerint, ami megint csak nem hivatalos, további változások láthatók rajta, vagy lesznek rajta. A cél az, hogy minél könnyebben tudják egymást követni az autók, minél egyszerűbben
lehessen megépíteni, ahogy te mondtad, egy versenyképes autót, ami egy dobogóra mindenképp esélyes lehet, vagy a dobogó környéki harcokban, és adott esetben egy-egy futamgyőzelemre is. De ennek mind az alapja az anyagi osztozkodás. És ami a legfontosabb, amit megpróbálnak elérni, hogy úgy működjön ez a költségsapka, hogy tulajdonképpen az a pénz, amit el lehet költeni a Forma 1-re, vagy egy adott évben megadnak rá, az elég legyen egy versenyképes autóhoz, és a fölött ne igazán lehessen hatékonyan költeni, akkor sem, ha neked háromszor annyi pénzed van. Kedves hallgatók, ez volt tehát a podcastunk, amit nem terveztünk előre. A hétvégén természetesen jön a Bahreini nagydíj, ezt annak rendje és módja szerint megnézhetik a szokott helyeken, és aztán majd megbeszéljük, hogy mi történt Bahreinben. Egyébként ugye most ebben a nem tervezett epizódban nem ültünk szimulátor mögé, tehát még mindig az első futamból indulunk ki, amikor Gábortól a Bahreini helyszínen 7,5 másodpercet kaptam a Hyperzone szimulátorán, viszont majd a következő alkalommal már újabb helyszínre készülünk, Kínára. Kínára, viszont van egy meglepetésem neked. Képzeld, hogy kiszámogattam. Egyrészt beszéltem a Hyperzone-os fiúkkal, és azt mondták, hogy az őrület határán vannak, mert hogy el kellett indítaniuk egy külön versenyt, mert hogy szeretnének emberek jönni, és ez te időd meg az én időm ellenben. Köszönjük. Egy külön verseny, hogy hányadikok leszünk a listában. Fontos, mi tényleg 5 kört mentünk, nem állítgattunk semmit, tehát jó eséllyel meg lehet minket venni. Viszont amit kiszámoltam, Zoli, és ezt a következő shanghai próbálkozásnál megnézem. Midosz, belettél-e volna a 107%-on belül, vagy nem, hogy egy Forma 1-es verseny hétvégén vagyunk? Ezzel a 7,5 másodperces lemaradással... A százalékos arányt szebb megnéznünk, mert a köridő az általában változik. Én azt hiszem, hogy ezzel talán befértem volna. Pont nem. Oh, köszi! Nem indulhattál volna, 108,2%-ra voltál, úgyhogy mondom a következő kihívás Shanghaira, majd jövő héten meg... Az újabb challenge. 107%-on belülre kell kerülnöd, ha sikerül, akkor tiéd a shanghai hétvége. Nagyon jó játék, ó, ez elegáns, köszönöm szépen. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Levezetőkör, hamarosan újra találkozunk, szevasztok! Kapi. Levezetőkör. Forma 1-es podcast Szújó Zoltánnal és Weber Gáborral. Hamarosan jön a következő epizód.